Hónapok óta üresek a kávézók, az éttermek, zárva a színház és rendezvények sincsenek Magyarországon. A november elején életbe lépett járványügyi intézkedések sok szigorítást vezettek be annak érdekében, hogy lassítsuk a koronavírus terjedését. A védőoltások beadása már elkezdődött ugyan, de még mindig türelmet kérnek. Szeretteink és embertársaink biztonsága érdekében továbbra is be kell tartani a védelmi intézkedéseket. Ezt Müller Cecília mondta az Operatív Törzs legutóbbi sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor még február 5-én beszélt arról, hogy online kérdőívet indít a kormány februárban, ez szerdától elérhetővé vált. A konzultáció csak interneten, két honlapon is elérhető, a vakcinainfo.gov.hu és a nemzeti konzultáció.kormány.hu oldalon. Regisztráció után minden kitöltő kap egy megerősítő e-mailt, ezután lehet elérni a kérdőívet. Hét kérdésre lehet válaszolni, többek között a védettségi igazolványjal, az éttermek és szállodák újraindításával és az este 8 óra utáni kijárási tilalommal kapcsolatban. Akkor tudunk jó döntéseket hozni, ha a járványügyi szakemberek javaslatai mellett azt is tudjuk, hogy ezek közül mit támogatnak a magyar emberek. Ha egyetértési pontok jönnek létre, akkor erősebb lesz a járvány elleni összefogás, és hamarabb térhetünk vissza a normális életünkhöz. Ezért biztatunk mindenkit arra, hogy vegyen részt a konzultációban. A hét kérdés megválaszolása előtt ez az ismertető található. Magyarország hónapok óta keményen küzd a koronavírus ellen, a járványnak még nincs vége, és ez mindannyiunknak sok nehézséget okoz. Az oltási program elindulásával azonban új szakaszba léptünk. Vannak, akik azt gondolják, hogy az oltások beadásával egy időben elkezdődhet a korlátozások feloldása is. Mások óvatosságra intenek, mert a járvány Európában újra felszállóákban van. A kormány ezért kéri a kérdőív kitöltését.